Sűrű pelyhekben hult a hó, karácsonyi énekek szóltak, miközben feldúltak a karácsony fényei Bátaszéken, a Nagy Boldogasszony templom előtt péntek délután. Minden adott volt ahhoz, hogy mindenki rá tudjon hangolódni az ünnepekre. A Szentlélek nevében, amen. A polgármester köszöntőjét követően a Szent Családot ábrázoló faszopor együttest megáldotta Kürtüsi Krisztián plébános és Fekete Zoltán református lelkész. Szállt a levegőben a szegfűszeg és a fahéj illata, a hó pedig egyre csak hullott, miközben az adventi forgatagra érkezők átmentek a piac térre. Az előbb kezdtünk el körbejárni, körbenézni. Mi van az éppen a kezében? Forralt bor természetesen, hozzátartozik ez is az ünnephez. Mi az, amit mindenképp venni fog? Azért vannak itt finomságok, zsíros kenyér, sós sütemény, illetve édes is. Hát édességet azt valószínű, hogy fogunk venni. Itt nagyon tetszett az előbb a kézműves csoki, az biztos. Aztán majd még körülnézünk. A rendezvény sátorban a helyi felnőtt és gyerekcsoportok műsorát lehetett megtekinteni, miközben a civil szervezeteknél számos fajta és igen guszta süteményt, német sóskarácsot lehetett vásárolni. Ezeket mindenki más készítette, úgy hordták össze, a keleti csemegétől, a mézes kalácstól, a linzerektől, a bajglitól. A bajor mogyoróig igazán megpróbáltuk eléggé változatosan hozni, illetve így jött össze, és ez így nagyszerű. Tehát ezek helyi asszonyok, egyesületek készítették a süteményeket? Helyi asszonyok, ők ajánlották fel a Caritas helyi szervezetének, mi áruljuk, és a befolyt összegből pedig azoknak próbálunk egy kicsit szebb karácsonyt varázsolni, akiknek esetleg erre nem telik. Volt, aki 3-4 ezer forintért is vásárolt süteményt. Én zserbót szerettem volna, de az nem sikerült. Keleti csemegét, linzerkarikát, Szilviát, más nem. Magas sütemény miatt esett erre a választása, vagy egyéb a jótékonykodás is? Jótékonykodás. Egyértelműen a jótékonykodás. Egy kicsi sót lehetett. Nem csak a katolikus Caritas bátaszéki csoportjánál álltak sokan sorba, hanem a nagycsaládosok standja előtt is. Fogyott a gyerekpuncs és a lilahagymás zsíros kenyér, a felnőttek pedig az iparosokhoz sereglettek, ahol forradbort lehetett vásárolni. Az esemény, ahogy Tolnán is, itt is jótékony célokat szolgált, hiszen a rendezvényen befolyt és felajánlott pénzösszeg a gondozási központ rászoruló családjainak karácsonyát segíti. Mi ezt az adventi forgatagot 2 céllal hívtuk létre 3 évvel ezelőtt. Egyrészt szerettünk volna tényleg közösen ráhangolódni az ünnepre, és szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ahol a város apró nagyja eljöhet, és tényleg rá tudunk hangolódni a karácsonyra, és amellett szerettünk volna egy jótékonysági célt is kialakítani. Megint próbáltunk olyan hangulatot teremteni, ami minden bátaszéki számára megadja azt a lehetőséget, hogy ha ide eljön, akkor egy kicsit szélesebb körben tudjon ráhangolódni az ünnepre. Felkértük az egyesületeket, hogy mindenki próbálja egy kicsit karácsonyi hangulatú műsorral készülni, és ennek reméljük, hogy ez a hangulat átragad meg mindenkire, és így tudunk ráhangolódni a karácsonyra is. Karácsony ünnepén mindenhol jönnék, békesség jelkében a gyertyalány. Yeah.